Hassan Mira, kapcsold a káoszt. A kémia óramű pontossággal 2 perc múlva el is kezdődik. Tanár úr, nem tudom megosztani az osztályjal a prezit, panaszolom. Ne szerencsétlenkedj már. Na jó, kiteszem én. Sajnos a PPT-nek csak a fele látszik, de belevágok. A koffein egy kristályrácsos molekula. A mondatomba belevág a családi karanténcsoport messenger hívása, gyorsan lenémítom. Mégis kinek a telefonja csörög előadás közben? Pár másodperc néma csend, de Lili, az osztályunk minden tudója, megszólal. Tanár úr, onnan tudja, hogy éppen ki beszél, hogy az ikonja szürkére vált. Ah, köszönöm, már látom. Az előadó volt a bűnös. Szép, mondhatom. A messenger ismét pittyeg. Zita, milyen szemét már ez a Lili? Minek kellett beköpnie? Péterfi tanár úr megköszörüli a torkát. A prezentáció attól eltekintve, hogy még mindig kételkedem, hogy a koffeinből kellett volna tartanod, egész tartalmas volt. Azonban az hiba, hogy a fele nem látszik a diákból. 3-as. De tanár úr, kérem, ha kiteszi teljes képernyőre, akkor látszik? Hevegtem bizonytalanul. Akkor jövő hét hétfőn találkozunk. Activities started. Have fun with skating, szólal meg telefonomon a SportUp. Az üzenetek nem állnak meg. Ha-ho, egy kis videócset, érkezik a kérdés a 16 éve nem látott nagypapámtól, akinek hirtelen kedve szottyant cseverészni. Görkorizás közben is csörög a családi karanténcsoport. 30 nem fogadott hívás. Kori után fáradtan lehuppanok a nappaliban a fotelba. Esküszöm, ha még egyszer valaki leírja, hogy telefon, én idegösszeroppanást kapok, panaszolok anyának. Értem, de azért szegény lolácskát hív vissza. Tudod, hogy te vagy a példaképe, nem lehetsz ilyen szívtelen. Lolácskáról fontos tudni, hogy napi 40 hívással bombázza összes családtagunkat, emellett szeretettel megszakítja angol óráimat messenger videóhívásaival. Ja, hogy angolod van, bocsi, nem tudtam. Akkor 2 perc múlva telefon, sőt, videócsát. Felnyitom a laptopomat. 20 értesítés ugrik fel azonnal a Teams-től. Holnap 7 óra 15 perckor föcidoga, 3.40 oldalas PPT-ből, Afrik düzzűd, és még sorolhatnánk. Ha késel annyi, nincs második lehetőség. Írni is kéne, borzasztó, nem elég ez a napi 24 óra. Megint pittyeg. Anna az, előszeretettel piszkál. Anna. Te meg hol voltál angol óra alatt? Én. Görkoriztam, úgyis fel van véve, majd visszanézem. Anna. Görkorizgatás helyett inkább órán lenne a helyed. A tanároknak feltűnik, hogy nem vagy itt. Az én szüleim szerint az iskola az első szöveggel jön nekem. Az egész élet csak egy feladat. Anya a konyhából bekiabál a szobámba, habár a kiabálás igazán fölösleges. Tedd már le azt a hülye gépet! Minek tanulsz ennyit? Gyere vacsorázni! Nagy nehezen álomba zuhanok, a teljes csend reményében. De gondolatok cikáznak a fejemben, pontosabban üvöltenek. Ha-ho, Mira, jössz matekra? Hasszán, Mira, itt vagy? Hallasz? Tudod a választ? Hívj vissza azonnal! Miért tűntél el így? Úgy hiányzik egy kis baráti pletyi. Későn jelentkeztél be? Ez a doga nem más, mint egy nagy egyes. A szemhéjam felpattan, mert tudom, mit kell tennem. Felhúzom a görkorit, és kereken hajnali 3-kor elindulok a Szabadsághídhoz. Mikor elérek a híd közepéhez, zuhan a telefon és a laptop nagy csobbanással egyenesen a Dunába. Összecsapom tenyeremet, és fellélegzem. Russzó büszke lenne rám.